Egy nagyon szép és érdekes páros labdamenetet fogunk most elemezni a páros taktika döntési rendszere szerint. Nézzük tehát a felvételt. Az oldalról felvett filmmel csak az ütésirányokat nem lehet precízen követni, minden más taktikai elem jól megfigyelhető. Az adogatás előny oldalra érkezik a most még nem látható B játékoshoz. A képen a fogadó B játékos partnerét, A játékost látjuk, aki a T-vonalnál enyhén defenzív, röptéző helyzetet foglal el. Ennek a helynek a kiválasztása a játékos aktuális döntése. Ezt a pozíciót tartja optimálisnak a pillanatnyi helyzetben, feldolgozva magában rengeteg tényezőt tudatosan és ösztönösen is. Ilyen tényezők például a már megismert ellenfél adogatásának minősége, saját partnere szerbafogadásának színvonala, továbbá az, hogy mennyire bízik saját röpte játékában. Ezen kívül a játék állása is befolyásoló tényező lehet, stb. Valóban rengeteg tényező eredője ez a képen látható elfoglalt hely. A szerva elindításával a játékos laza mozgásba kezd, hogy mozgásból tudjon majd reagálni, ha neki kéne ütnie. Az adogatás hosszan jön a T-vonalra, ennek megfelelően kicsit hátra húzódik, majd a return után az ellenfél ütésére már feszült várakozással reagál. A kötelező split stepből rajtszerűen indul előre, majd balra, látva, hogy partnere adogatás fogadására rövid ütéssel válaszolt az ellenfél. Jellemző példája ez a kiüssön döntésnek. Leszögezhetjük, hogy párosban alapvetően főszabályként mindkét játékos a saját fél térfeléért felel. Most viszont A játékos jócskán átmegy B oldalára, főleg azért, mert neki jóval közelebb van a labda, és könnyebb helyzetből fog ütni, mint társa ütne. A helyzet nem egészen egyértelmű, A játékos szöveges kommunikáció nélkül dönt arról, hogy átmegy B oldalára ütni. Nyilván tudja, hogy B látja őt, és B át is megy hátul a pálya jobb felét fedezni, amint ezt látni is fogjuk. A játékos tehát a háló közelében lepattanás után egy kétkezes fonákot üt erősen, támadó jelleggel, direkt pontnyerő szándékkal. Döntését, azt, hogy hová üssön, nem láthatjuk jól ebből a szögből. A játékos mozgásával, majd ütésével párhuzamosan B játékos is előre húzódik a másik oldalon, ami már látható. Itt újabb két aranyszabályt figyelhetünk meg. Párosban nem szabad üresen hagyni a pálya egyik felét sem a visszarendeződés, a recovery során. Mindkét játékosnak törekednie kell az előre a háló felé történő visszarendeződésre, lehetőleg együttes előre mozgásra. Nézzük tovább a labdamenetet. Ellenfeleik T-vonalra érkező lapos labdával válaszolnak, amit B tenyeres félröptével üt vissza. Itt egyértelmű volt, hogy B üt, ő hozzá érkezett a labda. Ezután a jól sikerült félröpte után gyönyörű előrehúzódás történik mindkét játékos részéről, aminek a vége együttes terpeszugrás, split step, mindez az optimálisnak mondható együttes röpte pozícióban. A split stepet olyan tökéletes szinkronban hajtják végre, mintha egy láthatatlan karmester intésére mozognának egyszerre. Ennyire jól érzik mindketten, hogy melyik pillanatban kell beugraniuk a split stepbe, amelyből a legjobb a minden irányban történő elindulás, elstartolás.
ellenfeleik átemeléssel válaszolnak. Nagyon kellett a split step, mert ezzel semlegesítették a testük előre mozgásából származó impulzust. Eddigi mozgásukkal ellentétes irányba hátrafelé startolnak el, mindketten tökéletesen. Innét mozgásuk olyan megdöbbentően hasonló, mintha szinkron úszókat látnánk. Ugyanazzal a leghatékonyabb keresztlépéses hátrafelé futással igyekeznek elérni az átemelést, mindketten végig figyelve a labdát. Ebben a pár tized másodpercben még nem dőlt el a kiüssön kérdése. Ez nagyjából 30 képkockát jelent, körülbelül fél másodpercet. Figyeljük meg, hogy minden kommunikáció nélkül dönt most a játékos arról, hogy a továbbiakban nem az ő feladata a labda visszaütése. A leáll a hátrafutással, B fut tovább. Eldől tehát a kiüssön kérdés, anélkül, hogy instruálták volna egymást enyém, tied, vagy hagyd felkiáltásokkal. Az átemelés egyébként outra száll, és mivel ezen a pályán nem volt challenge-re lehetőség, B feltartott ujja az autót jelzi. Nézzük meg még egyszer a labdamenetet, melyből fontos és hasznos páros taktikai szabályokat figyelhettünk meg. Ezeket szépen beilleszthetjük saját páros taktika döntési rendszerünkbe.